Professzor dr. Bagdy Emőkét hivatalosan úgy kellene bemutatnom, hogy klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a pszichológia tudomány kandidátusa, 2010-től professzor emerita, meg annyi könyv szerzője, megszámlálhatatlan szakmai elismerés, kitüntetés birtokosa, a pszichológia megkerülhetetlen, elismert szaktekintélye. Nem hivatalosan, valaki, aki nagyon-nagyon közel áll az én szívemhez. Aki egy napon meglátta bennem azt, aki én valójában vagyok, és azóta is támogat engem az utamon. Többet köszönhetek neki, mint azt valaha visszaadhatnám. Őt kérdeztem a lélek dolgairól, és közben olyasmit tesz, amit nagyon ritkán szokott. Magáról is beszélt. Benézhetünk kicsit Bagdy Emőke lelkébe. Higgyétek el, csodálatos lesz. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket, és ahogy megígértem, múlt heti léleksíta adásban folytatjuk a beszélgetést Bagdy Emőkével, hogyha az első részt nem láttátok, akkor itt a YouTube csatornámon keressétek vissza az első részt, de most következik a léleksétánk második fele. A Facebook oldalamra kiírtam, hogy ma találkozni fogok veled, és ha föltenének neked egy kérdést, akkor mi lenne az? Úgyhogy kinyomtattam néhány kérdést, amire kíváncsiak lennének rólad, veled kapcsolatban, és van egy nagyon aranyos kérdés, amit elsőként szeretnék föltenni, mert ez így szól, hogy azt kérdezni meg Bagdy Emőkétől, mikor volt életében a legboldogabb? De jó kérdés, mert ugye én mindig föltöztem ezt a kérdést. Egy nagy születésnap jön most a gyermekeim életébe, ikreim életében, és érdekes módon éppen ezt mesélem el nekik, hogy mekkora boldogság volt az ő születésük. Hogy az én életemnek egy akkora ajándéka, ha semmi más nem kaptam volna, semmit, ha küzdelmes, nehéz, fizikailag, anyagilag, minden szempontból nehéz életem lett volna, akkor is az, hogy ők megszülettek, valami olyan, itt jött nekem az a gond, hát nem vagyok méltó, akkora ajándékot kaptam, akkorát. Ugyanis én tényleg nagyon fohászkodtam azért, hogy legyen gyerekem, mert ugye a férjem nagyon jól megvoltunk, de úgy nem. Hát, hogy én az egyetemet befejeztem, pályaépítés, ő sokkal inkább ezt a vonalat támogatta volna, és támogatta ezerrel. És akkor hát jó, akkor megegyezünk egy gyerek. Befejeztem a tanulmányaimat, doktorit megcsináltam. Akkor, vagy még nem is úton voltam ebben, mindegy, megegyeztünk, hogy jól van. És akkor én elkezdtem fohászkodni, egy lány szeretnék. És ugye annyira döbbenetes, mert hogy ugye Noémi elmesélte már ezt a világnak, és ezért így nem mondom el újra, hogy a placenta állapot alapján állapították meg, hogy ő ráfoganással született. Egy fiam és egy lányom született. Kettő gyerekem. A férjem azt mondta, jó, egybe megállapodhatunk. Egyrészt rögtön kettő született, és lányom is született. Tehát nekem olyan életajándék a lányom, elmondhatatlan. Mert ő az, akit én a szószoros értelmében kifohászkodtam, ha ezt így mondhatom, hogy annyit gondoltam rá, és olyan módon ábrándoztam, álmodoztam róla, hogy fog kinézni. Most ezt nagyon nehéz elképzelni én hozzám, de ilyen kis... De ezt tettem, hogy ugye előkék kihímeztem, hogy fog kinézni az én kis papám, a lányom. Szóval ez, úgyhogy a fiamnak picit lelkifurdalásom is van, hogy tartozom azzal, hogy nem őt vártam ilyen nagyon, de nagyon boldog voltam persze, hogy kettő gyereket kaptam. És a fiam, mintha érezte volna, hogy itt picit háttérbe van szorulva, annyira jó gyerek volt, hogy elmondhatatlan. Noémi sírt, cirkuszolt, sok probléma volt vele az én fiam, a maga a szívjóság volt, bújós volt, aranyos volt, evett, aludt, szóval ő volt. Mondtam is neki, tudod, te vigasztalásul születtél meg nekem, hogy kivírja a lányomnak a... Mert ugye hát picike volt, és hát sok probléma, de hát mindez teljesen elenyészik. Mert hogy milyen lett a lányom, hogy nagyon kiváló, hogy ő messze meghalad engem. A világ nem ismeri őt, kár, hogy nem, ha ő a saját, tehát nincs az anya árnyéka, mert sajnos érzem, és ha nincs az anya árnyéka, akkor ő már nagyon magasan van, nagyon
különleges értékű, és gyönyörűen ír, gyönyörűen fogalmaz, szépen beszél. Sokkal több talentuma van, mint nekem. Ugye én nem értek egy csomójához, matematikai statisztikában igazán nem voltam nagyon jeles. Ő sok mindenféle olyanban, amiben én nem vagyok ügyes, abba is ügyes. Jogi érzéke van. Elolvas egy jogi szöveget, és azonnal érti és értelmezi. Mondom, hogy én meg tőle se fogom. Bezápul az agyom, debilizáló szorongás fog el egy jogi szöveg olvastán. Ő megérti. Na szóval nagyon-nagyon boldoggá tesz, és ez életem meg nem szűnő örökös boldogsága. Úgyhogy én csak köszönettel tartozom az égnek, Istennek, a világnak, hogy hát ez egy fantasztikus, ilyen csodatörténet egyébként így a két gyermeknek, így a megfoganása, megszületése. Hát meg ehhez kapcsolódik a következő kérdés. Ugye köztudott, hogy a Boldogságóra programunk, amit a Jobb Veled a Világ Alapítvány keretében indítottunk el, nem csak fővédnöked, de társfejlesztője is vagy, és hát nagyon fontosnak tartod nem csak a nevelési, oktatási nevelési intézményekben, hogy a családokba is belekerüljön ez a kultúra, hogy segítsük hozzá a gyerekeket ahhoz, hogy életre képes, boldog felnőtt emberek kiválhassanak. És hát itt jön a következő kérdés, hogy neked volt-e nevelési problémád a saját gyerekeiddel, és hogyha volt, akkor azt hogyan oldottad meg? Mert szerintem ez minden szülőnek egy nagy kérdés. Ugye hát a konfliktusokkal kapcsolatban, mert hogy több, mint probléma. A probléma az még nem is olyan vészes. A konfliktus, ami ugye lényegében nem oldható meg egyetlen konfliktus se, csak kezelhető. Hát ilyen probléma konfliktus fokon volt az én kamasz gyerekeimnek az életében. A fiam nagyon lázadó volt, nagyon szembe került az apjával, apai értékekkel. Ugye a férjem nem gyúrta pénzre, most nem mondok részleteket, szóval ő nem úgy volt, ugye látta a fiam, hogy más orvosok nagyon jól állnak, és hát ott szembe került ez, hogy te miért vagy ilyen, hogy ez én nem megyek ilyen irányba, majd én sok pénzt, hát mint egy kamasz lélek, egy kis éretlen kamasz lélek, majd én sok pénzt fogok keresni, és hogy szóval, hogy mindenben lázadt az apjával szembe. A Szent István körúton laktunk, és őt a játéktermek királya címet kapta meg, mert játéktermekbe járt, és hát nem kapott pénzt erre az apjától, de valahogy ügyes volt. Tehát, hogy így játszott, ügyesen játszott, és félkarú rabló, meg mindenfélék, ugye, ami bejött ez az éra, és akkor ez nagy divat volt, és bravúrosan játszott egyébként is, mindenféle ilyen kézügyes, nem tudom mi. Voltak barátai ott a Szent István körúton, és akkor ugye ő elment, és szinte szabályozhatatlan volt, illetőleg a férjem szigorú volt, határozott volt, és azt mondta, ha nem engedelmeskedsz nekem, nem tartott be a mi normáinkat, hogy kerültél te ebbe a családba, szóval mint egy ilyen szigorú apa, nagyon elvágólagos volt, és nagyon szigorú, nem tudott megenyhülni, nem tudott engedékeny lenni, én könyörögtem, hát a mi gyerekünk, tehát ez a mi fiókánk, hát, de erre a könyörületre ez a kemény lelkű férfi nem volt képes, a fiam meglázadt tovább, eltűnt, gimnáziumba járt másba, mint Noémi, és nem jön haza, én meg befutom érte fél Budapestet, hol van a gyerekem, ki tud róla, hova ment. Hosszú történet, mert ez tartott egy éven át, és nagyon-nagyon megviselő volt. Én szövetkeztem a tanártársakkal, osztályfőnökkel. Én, mikor így lázadt, és nem jött haza, és hiába könyörögtem, én nagyon sokat kérleltem, mondtam, a szívem közepe vagy. Hát nagyon-nagyon kérlek, hát hogy mit tegyek meg azért. Szóval én tényleg ilyen nagyon alá mentem, és csak azt mondtam, figyelj, nem bánom már hova szalad, csak gyere haza. Gyere, mosakodjál, vegyél tiszta fehérneműt, úgy menj a gimnáziumba. A gimnáziumba könyörögtem az osztályfőnöknek, legyél irgalmas, majd túljut rajta. Mert aztán elmentem ugye, hát pszichológiai tanács, hát akkor kollégák, na itt vagyok, tessék, cipésznek lyukas a cipője, mondjátok meg, mit csináljuk. Kun Miklós professzor rám nézett megértően, ugye idős bölcs, pszichiáter professzor azt mondja nekem,
De hát Emőke mikor serdüljön, ha nem most? 40 évesen? És akkor tulajdonképpen megértettem azt, hogy mindenki serdül a maga módján. Nagy erejű gyerek, nagy belső töltésekkel, talentumokkal, nagyon lázadóan serdül. És különben is a fiúknak az apjukkal meg kell küzdeni. Az én férjem nem volt olyan jó partner ebben, mint ahogy én reméltem, hogy lesz, de azért kitartottunk, és azt mondtuk, ez a mi családunk gondja, és megoldjuk. És amikor volt a 70. születésnapom, akkor a fiam úgy köszöntött, hogy azt mondta, mama, ha te nem lettél volna ott velem, akkor én talán meg is haltam volna. Ja. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép, mert hogy lényegében csak a szeretet tartotta, meg tényleg eszköztelen voltam. És nagyon megszenvedtem ezt. Tehát átéltük, túléltük, és hát azóta már nagyon sokat tudunk a serdülőkorról. Tudjuk azt, hogy, és erről történetesen a lányomnak, anya seb, apa seb, ezzel a kérdéssel milyen foglalkozik, és a modern, a serdülőkor neurológiájának a modern irodalmát földolgozva abszolút nyomon kísérhető, hogy hogy hullanak szét olyan kapcsolatok, amik megfelelnek az infantilis kapcsolatok, elmeműködési vagy idegrendszeri működési kapcsolatoknak, és reorganizálódik az agy. És eközben mi történik az agyban? Félelmetes dolgok. És ugye mi elmarasztaljuk a gyerekünket, vagy csináljuk az arénát, mint szülők, ne csináljuk. Mert hogy egy biztos, hogy a legmegtartóbb védelem, szabályozás a védelem, ugye a védelem, te itt mindig hazajössz, mindig szeretünk. Tehát védelem és szeretet. A korlátozás muszáj, de hogyan? Szeretettel. Tehát, hogy hiába, olyan az agyműködés, most nem akarok részletekbe menni, Noémi ezt gyönyörűen leírta, olyan fajta különleges agyműködés van, amiben a kapcsolásoknak az érvényessége akkor van meg, ha az valami vagy jutalomértékű, vagy elismerés, vagy bizalom, vagy nem tudom micsoda. Gondoltuk volna mi például, hogyha egy apa a saját lányának, a lánya 13-14 éves kori időszakában nem mondja azt, hogy te vagy a legszebb nő a világon, akkor az a nő önbizalom hiányos felnőtt nő lesz, mert kell ez a, oda egy csomó ilyenre jöttek rá, hogy mi kell, amit adnunk kell ahhoz, hogy minden biológiai és pszichikai szempontból jól rendeződjön. Hát ma már mindezt tudjuk, akkor én se tudtam, nem baj, de a szeretet örök az megtartó. Hát szóval sok, ja, sok hát nehéz történetem van. Anyasebb, apasebb azért, ez nagyon megérintő, nem, szerintem nem csak nekem, hanem nagyon sokunknak. És milyen érdekes, hogy így hallgatva azt, amit mondasz, hogy azt hiszem, hogy talán így tudtam én is megbocsájtani az édesapámnak, hogy megértettem már ezzel a tudással, hogy nem azért bánt velem úgy, ahogy bánt serdülőkoromban, vagy amíg ugye az ő házában nevelkedtem, hanem azért, mert egyszerűen nem volt eszköztára arra, hogy igen, jobban pontosan csinálja. Pontosan, igen, egyetértek, hogy igen, igen, én is ilyen megértésekre jutottam, igen, igen. Én is elszöktem otthonról, 13-14 évesen, igen. És hogy ugyanez a lázadás, itt és hogy talán ez is egy nagyon fontos üzenet, tehát hogyha most tényleg bárki hallgatja ezt a beszélgetést, és hasonló problémákkal küzdik, vagy helyzetek állnak fent így a gyermekeitekkel kapcsolatban, hogy ez egy tényleg az, hogy biztosítani a gyermeket arról, hogy bármi is történik veled a világban, itt van egy hely, van, ahol mi szeretettel fogadunk. Hát a tékozló fiú ősi története. Hát, igen. Ugye? Hát ez nagyon sokat jelent, hogy van valami, egy a parányi kicsi területe a világnak, ahol a szeretet biztonsága van jelen. Így van. És akkor még egy kérdést szeretnék felolvasni, hogy sok éves házaspárok hogyan keressék jól egymásban és magukban a boldogságot és a szeretetet, és hogy mit tehet egy feleség a férjért, és mit tehet egy férj a feleségért? Hát gyönyörű, szép a kérdés. Ugye attól függ, hogy aki föltesz egy ilyen kérdést, sok éve házas, ugye ez hírlik a kérdésből, ez szól hozzám, hány éve házas, és hol tart a párkapcsolatuk? Mert a probléma az, hogy azt látom, hogy lefagyott, ledermett
kapcsolatok, olyan fajta állapotú kapcsolatok eléggé nagy számban léteznek, ahol egy beletörődés, egy olyan fajta fázison túl vannak, ahol még remélték, hogy szót értenek egymással, aztán ez nem sikerült, és akkor visszavonulnak, ki a saját csigaházába, egy fedél alatt élnek, lényegében viszik az életet, morzsolják a napokat, de igazi érzelmi kötés, híd már nincsen. Na most, ha ilyen kapcsolatról van szó, tehát aki kérdezi, az itt tart, csak azt tudom mondani, hogy megint csak a személyes felelősség. Én magamban nézek először. Bármilyen kérdést akarok a világnak föltenni, először magamnak tegyem fel. Mi az én részem abban, hogy ez előállt? Mit csináltam én, vagy nem? Mit nem csináltam? Hogy bármi olyan, de akár egy vergődő kapcsolatban, akár egy valamilyen problémahelyzetű kapcsolatban, akkor is csak ugyanezt kell tennem, hogy magamnál kell kezdenem. Egy párkapcsolatban olyan nincs, hogy okolom a másikat. Hát nincs a másiknak akkora hatalma, hogy olyat csináljon, mint ahogy elromlott a dolog. Egy maga nem tud ilyet csinálni egy ember. A párkapcsolatban rátetézünk, és egy olyan dinamika alakul ki, ahol jól megcsináljuk azt, hogy elrontjuk, ami elrontható, és megjavíthatjuk, ami megjavítható, és minden megjavítható. Tehát ez a fajta, ami pozitív pszichológiai szemléletünk. A nagy kérdés az, de ezt magamnak kell először föltennem. Akarok én egy jobb kapcsolatot, mint amiben vagyok, bajba vagyok vele, nem akarom ezt? Attól függ, hogy a partner mennyire partner ebben. Mert hogyha már annyira tönkrement a kapcsolat, hogy egyáltalán nem akar velem kommunikálni, akkor sajnos esélytelen, mert nincs partner hozzá, akkor tényleg nem, akkor hiába mennek el pszichológushoz is. Hát ha valaki nem akar együttműködni, hát az együttműködés szót az imént mondtad, milyen fontos ez, hogy én akarjak együttműködni. Ha tudok együttműködni, akkor nagyon jó, akkor minden helyre hozható. Ugye ez ugyanaz, mint a mediációban, amit csinálunk ugye a konfliktuskezelésben, hogy ugye nem egyezünk egymással egy csomó dologban. Azt mondjuk, jaj, ne is hánytorgassuk föl a dolgokat, mert akkor már tudom jó előre, ugye a forgatókönyv bejön, a Erik Börne, ugye játszom a forgatókönyv, vagy a lemez elindul, és mindig ugyanazt mondja a másik. De mi azt mondjuk, hogy stopp, álljunk le ezzel, és akkor egyik is mondja el a magáét, hallgassa meg a másik, és kölcsönösen, és akkor nézzük meg, hogy hol tartunk egyáltalán, állapítsuk meg, hogy én szerintem hol tartunk, te szerinted hol tartunk. Nos, innen kezdve már sajnos nekem ugye a párterápiás lépések jönnek elő, és hogy olyan egyszerű dolog, például rajzolj le két kör, csúsztasd össze, és akkor majd megnézzük, hogy mekkora a mi. Mert ugye egy párkapcsolatban vagyok én, vagy te, ugye a saját énünk, individuum, és vagyunk a mi. A mi az sokkal nagyobb hatalom. Ha a mi nem tud nagyobb hatalom lenni, mint az én vagy a te, akkor már egyensúlybomlás van, tehát amit Jung mondta, hogy akkor döcög a dolog, merre billen, és hogy már valami rossz következik. Na szóval a mi, mekkora ez a mi? És ugye csodálatos, hogy mondjuk, vegyünk egy konkrét példát. Jön valaki, egy pár, és azt mondja, a nő, mindent megteszek. Higgye el nekem mindent, de ott a férj, ott van, nem neki mondja. Mindent megteszek. A férj mondja, igen, hát ő azt mondja, mindent megtesz, de ezt nem mondja meg, hogy mi a lényeg, amit nem tesz meg. Lerajzolják a köröket, látszik. A nő a két kört úgy csúsztatja össze, hogy nem marad hézak, hogy hol van ő. Az ő oldala el van nyelve, vagyis odaadja teljes valójába önmagát. Ilyenkor már látjuk a mártír, az áldozat. És akkor jön a vád, feláldoztam az ifjúságom. Bocsánat, ne haragudjatok, hogy mosolyogok rajta. De olyan sokszor mondják ezt, hogy odaadtam a fiatalságom, odaadtam az ifjúságom neked. Igen, hogyha áldozatot csinálok magamból, ha nem érzem azt, hogy a másik, akit szeretek, fölnézek rá, mennyi örömöt tud nekem adni, és azt nem csalogatom ki a helyzetből. Persze, akkor lehetek mártír, adok, adok, adok. És a másik pedig, mint egy gyerek pozícióba szorulva azt mondja, jól van, adjál, főzél kávét, főzél, és most nem sorolom föl, mindent csinálj meg nekem. És ha nem csinálom, akkor én nem vagyok jó. Vagyis, hogy az én elnyelődik úgy, amiben, hogy az áldozat, mártír szerep. És mi van akkor, hogyha
ugye ez a kicsi rész az olyan, hogy a férfi részéről őszintén szólva, amiben ő nem nagyon sokat ad be. Na most akkor én azt mondom, akkor most nézzük meg, hogy önök szerint hogy volna optimális, hogy szeretnék, hogy legyen ez, hogy szeretnék, mekkora legyen a mi. És akkor mennyit ad bele, akkor most sorolja föl, hogy mi az, amit ebbe bele tudna adni, hogy ez egy kicsit kövérebb mi legyen, és hogy akkor mégis ebben sokkal inkább legyen helye annak, amit maga ad. Miért? Mert ezt a fajta adok és kapok, ezt a lelki egyensúlyt, ezt valahogy a szívünk mélyébe kell ültetni. Mert mindaddig, amíg csak kapni akarok, gyerek vagyok. Nem nőttem föl, nem vagyok felnőtt. Ugye hát tudjuk az identitáskutatásból, hogy elköteleződni, felelősséget vállalni, és adni tudni. És akkor most nagyon rövidre zártan visszatérek a kérdésed, és egy mondattal válaszolok. Ha én képes vagyok arra, hogy adjak úgy, azzal a reményteli állapottal és várakozással, hogy ő az, aki nekem azt tudja aztán adni viszonzásnak, amire nekem szükségem van. Szóval ez valahogy egy alapvető kulcs. Szóval, hogy idős párokkal beszélgetve, hát most nekem volt 60 éves érettségi találkozóm, és hát ugye volt olyan, aki párjával jött el, és kialakították azt az életegyensúlyt, hogy lehetett látni, hogy a férj örül annak, hogy a női jelenlévők körében ő még, mint férfi ott van, és le tudja fotózni a párját, és sokkal több fényképet csinált a saját párjáról. És akkor meg is kérdeztem, hogy de is annyi fotó készült, és mondta, hogy igen, mert olyan jó látni, hogy még idősen is olyan szép. Na most, tehát ugye gondoljátok már el, hogy szépnek látni az idősödő arcot, hát ez csak szeretettől, a szeretet szemüvegén átlátja. És ugye ugyancsak viszonzásképp a feleség, vagy a pár, mit mond, oda megy hozzá. Jól ülsz a széken? Kényelmetlen? Törődik vele? Na ez az, hogy én adni tudok a másiknak, a másik erre tud engem például ilyen szépnek látni. Szóval, hogy az sem egy, hogy csak adni, adni, adni. Felnőttnek lenni, érettnek lenni, és a másikat úgy vállalni, hogy fele énem, fele részem. Hát tényleg I.S. Gyula mondta azt, hogy milyen a mi magyar nyelvünk. Feleségem, fele énem. Ez csak a mi magyar nyelvünkben van így. És hát ez olyan jó, hogyha valaki vállal engem, mint fele énjét. Jaj, fantasztikus. November 23-án tartjuk a 4. boldogságmesterkurzust. Az önbecsülés témaköré épül az egész rendezvény, értékes vagy címmel, és 7 előadó lesz most ezen a rendezvényen, és újra köszönhetünk téged előadóként. Hogy mondanál-e valamit az önbecsülés fejlesztésének a fontosságáról, hogy bárki, aki most nézi ezt a beszélgetést, hogy miért tartod fontosnak, hogy az önbecsülésünkkel foglalkozzuk és tápláljuk azt? Hát ki vagyok a világban, ki vagyok én? Arra a kérdésre válaszolva, nyilvánvaló, hogy ez a kulcsszó, amit mi önismeretnek nevezünk, előtérbe kerül, és azt is tudjuk már, és ebben végre van egy konszenzus, hogy az önismeret egy út, egy folyamat, hogy megértsem, hogyan váltam olyanná, amilyen vagyok, pozitív és negatív tulajdonságaimmal, vagy készségeimmel, képességeimmel együtt, és hogy az, hogy mi van bennem, a pszichológia eléggé döntő módon bizonyítja, hogy ennek egy része az, amit hozott készletként, és nagyon-nagyon sok az, amit külső adományként hordozok magamban, ennek a gyuradékából vagyok az, aki. És ezért önbecsülés, ki becsült engem, ki szeretett engem, hogy fejezte ezt ki? Hogy táplálta belém a sejt memóriának a mélységeibe azt, hogy te vagy a legszebb, a legkedvesebb, az enyém, szeretetre méltó vagyok, megtanítottak rá. Mert megtanítanak becsülni önmagam, szeretni önmagam. Innen jön a szocializáció hatalmas felelőssége. Van egy könyv, amiért én bűncselekménynek tartom, hogy az írói elkövették, Mérgező szülők a címe. Innen jelentem ki, és felelősséget vállalok érte, hogy egy gonosz mű, mert a szülőket hibáztatja.
te mondtad, osztom véleményedet, mi nem hibáztathatjuk a szülőket, pedig, hogy becsülöm-e magam, tőlük kaptam a szeretet szinten, a kötődés tanulási szintjén, tőlük kaptam azt, hogy szeretetre méltónak tartom-e magam ezen a kerekvilágon, hogy úgy érezzem sejt szinten, hogy valaha fog-e valaki engem úgy szeretni, hogy ahogy vagyok, úgy szeret. És föl lehet építeni, hogy az önbecsülésnek milyen rétegei vannak, mikor, melyik fejlődési szakaszban, a szocializációban, kitől mit kaphatok, hogy épüljön az egész, és legyen egy egységes egész majd az identitásban. Szóval, hogy a szocializáció felelőssége. Mert a genetika, hát bocsánat, hát mióta tudjuk a metilációt. Hát tudjuk, hogy metilálódnak, hogy tehát kromoszomális változások lesznek, annak hatására lehetnek annak hatására, hogy átütő erejű környezeti behatások érnek minket. Nem megyek részletekbe, hogy milyen bizonyítékok vannak erre. Tehát azt mondhatom, a genetika hatalma mellé a szocializációs hatalom olyan módon zárkózik föl, hogy Zaszó, aki egy a genetikus szociálpszichológiának egy jeles mestere volt, francia mestere, azt mondta, amit megtehet az öröklés, megteszi a környezet, megteheti a környezet is, ma én ezen az állásponton vagyok. Tehát hát nem tudtam röviden válaszolni, bocsánat. Tehát önbecsülés az olyan elemekből épül föl, amennyit kaptam, ahogy kaptam, de nehogy már eszembe jusson, hogy én azokat, akiktől az életet kaptam, mert ez a lényeg, az életet adták nekem, hogy azokat hibáztassam, mert ők csak azt tették, amit ők kaptak. És így megy, hogy a apák vétke a fiakban, és az apák jutalma a fiakban ezeríziglen. Nem tudom, ezeríziglene, de azt már tudjuk csak, hogy példa, hogy ma én egy dohányos nő vagyok, így szülök gyereket, és két generációig lehet követni, két generáció múlva unokám például gyengébb tüdőszövettel és a légzőszervi betegségekkel való hajlammal rendelkezik. Most ezek objektív, tudományos bizonyítékok, és ezernyi van alkohol. Nem megyek részletekbe. Tehát látjuk, hogy hogy szövődik össze genetika és a környezet. A környezet nagy hatalom, mert még ha van valami nagyon rossz és végzetes, metilálódhat, átíródhat. De ezt viszont tovább örökítem. Tehát jó történik, akkor ezt tovább örökítem. Egy metilálódó, tehát egy külső hatásra megváltozó kromoszomális elrendeződés tovább megy a következő generációkban. Hát szóval így. Hát a végtelenségig tudnánk szerintem folytatni ezt a beszélgetést, meg tényleg így el tudnálak hallgatni még órákon keresztül, de most ennek a léleksétánknak a végére értünk. És ha egy útra való üzenettel engednél útra bennünket, engem is, meg akik itt hallgatták ezt a beszélgetést, akkor így mi az, amit adnál nekünk így a életutunkhoz egy kis lélekmorzsát, lélekpogácsát? Hát, hogy ne felejtsük el újra és újra megölelni azt, akit szeretünk. Hát ez egy nagyon jó végszó, hogy ne felejtsük el megölelni azt, akit szeretünk, és azt hiszem, hogy ha itt is most a közelünkben van egy szeretünk, akkor már is éljünk ezzel a lehetőséggel. Köszönöm, hogy megnéztétek, meghallgattátok a Bagdi Emőkével való léleksétámat, és hogyha tetszett az adás, a beszélgetés, akkor iratkozzatok föl a YouTube csatornámra, hogy értesülhessetek a további léleksétabeszélgetésekről. Sziasztok!